Ez egy nagyon különlegesen felépített mű. Prokofjev eredetileg ezt egy mesélőre és a szimfonikus zenekarra írta, és mi úgy gondoltuk, hogy akkor a mesélő helyett életre keltjük bábokkal a mesét. Ebben az a különlegesség, hogy a szöveg és a bábos játék váltja egymást. Tehát inkább arra törekszem, hogy amikor a zenekar szól, akkor minél kevesebbet beszéljek rá, hiszen amit a bábokkal megmutatunk, azt fölösleges elmondani. Szerintem maga a zene az gyönyörűen így életre kelti a mozdulatokat, a szereplőket, úgyhogy igazából még könnyebb is a helyzetem. És milyen gyakoriak így bábszínészként az ilyen hasonló produkciók, amikor a zenekarral együtt mesélsz lényegében? Igazából ennek az előadásnak az előzménye az, hogy 2015-ben próbáltuk először így színre vinni a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral ezt a darabot, akkor még egy másfajta bábok, egy kicsit egyszerűbb díszletet használtunk, és akkor is nagyon nagy sikere volt igazából itt a szombathelyi szimfonikus zenekarral is előadtuk ezt, és úgy gondoltuk, hogy megérné a dolog, hogy egy picit még szebb bábok és díszlet kerüljenek ehhez a darabhoz. És így felkértük Szegedi Katalint, aki ugye egy jól ismert mesekönyv illusztrátor, és ő az, aki megálmodta ennek a gyönyörű díszletnek a látványtervét, és aztán Bartal Kis Rita pedig, aki megrendezte ezt az előadást, és ő készítette el Szegedi Katalin tervei alapján a bábokat, és a díszletet pedig végül Szegedi Katalin maga festette meg nekünk, úgyhogy nagyon különleges lett a látvány szerintem. Összesen hány báb szerepel az előadásban, illetve a zenekar tagjai mennyien vannak? Ez körülbelül egy 15 fős szimfonikus zenekar, tehát egy viszonylag egy kisebb csapat most. A bábok pedig, hát ugye van a fuvola, kismadár, oboa, kacsa, klarinét, a macska, aztán a fafúvósok, ugye közösen játsszák a vadászt, aztán milyen szereplő van még? Hát van a farkas, amit pedig ugye a részfúvósok játszanak együtt, és van a nagypapa, a fagott, úgyhogy ezek a szereplők. És az lenne az utolsó kérdésem, hogy ugye ez egy családi bábelőadás lényegében, tehát hogy kicsiknek és nagyoknak is egyszerre szól. A nagyoknak a zene miatt, a nagyobbaknak, a kicsiknek pedig a történetmesélés miatt tudnád ajánlani? Igazából óvodás korosztálytól kisiskolás, tehát inkább az alsó tagozat az, akiknek szól még ez az előadás. Tényleg úgy tapasztaltuk, hogy az óvisokat is nagyon be tudja szippantani, hiszen a zene által, meg a báb szereplők által leköti az ő figyelmüket is. A nagyoknak pedig még külön érdekesség, hogy az előadás előtt egy hangszerbemutatót is tartunk, ahol minden hangszert külön is megszólaltatunk, picit beszélek az érdekességükről, melyiket hogyan kell megszólaltatni. Úgyhogy a nagyobbacskáknak ez már egy tanulság is. Ezt a zeneművet, amit ma előadunk itt, ezt ifjúsági hangversenysorozatban valósítottuk meg, még 2014-ben Zalaegerszegen, akkor indítottuk ezt a sorozatot, aztán Szombathelyen is bemutattuk több előadást ebből, és hát az idén folytatjuk ezt a sorozatot, Zalaegerszegen játsszuk a Városi Hangversenyteremben, és van egy családbarát előadó művészet programunk, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósítunk meg. Ebben a programban kerül itt is bemutatásra Nagykanizsán ez az előadás. És tulajdonképpen arra törekszünk, hogy olyan előadásokat hozzunk létre, amelyben többféle művészeti ág szerepelhet. Egyrészt ugye benne van a zene, amit Prokofjev megkomponált. Másrészt egy nagyszerű grafikust, Szegedi Katalint kértünk fel arra, hogy készítsen hozzá gyönyörű díszletest, és ez meg is valósult. Tehát jelen van a képzőművészet. És van egy irodalmi vonatkozása is, hiszen egy nagyon szép szöveget irattunk ehhez az előadáshoz. És itt Nagykanizsán, majd június 18-án tartunk még egy előadást, szintén az előadó művészeti pályázatból, ahol pedig Nemes Nagy Ágnesnek a verseit megzenésítve, szintén egy nagyon gyönyörű szép díszlet segítségével fogjuk bemutatni. Egyfajta kulturális misszió is ez az előadás, hogy ugye a kicsik, akik a bábazást nézik, ők egyúttal a komoly zenével is megismerkedjenek, tehát a
Prokofjev művével. Igen, nyilvánvalóan ezeket az előadásokat a legkisebb korosztálynak szánjuk. És be kell vezetni a fiatalokat a klasszikus zenének a világába, hogy találkozzanak vele. Hogyha egy nagyon komoly szimfóniát mutatnánk be, az vélhetőleg nem igazán fogná meg az óvodás vagy alsó tagozatos általános iskolás diákokat. Ezért hozunk létre olyan előadásokat, ahol egy-egy mesét jelenítünk meg, ami egy picit közelebb áll az ő világukhoz.